Köszönöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. július 4-én este 7:30-tól. Hangokba zárt élmény, Dolhai Attila és művésztársai újfent lenyűgözték a közönséget. Ránc felvarrás a 48-as téren, egy héten belül befejeződnek a munkálatok. Második alkalommal rendezték, idén is nagy sikere volt a Tarhonya Fesztiválnak. Dolhai Attila már másodszor látogatott el Kalocsára művésztársaival, Szabó P. Szilveszterrel és Bordás Barbarával, akikhez ezúttal Janza Kata csatlakozott. A négy előadó művész neve már önmagában garancia volt a kiváló produkciókra, amelyről a tömött lelátó is árulkodott az érsekelti szabadtéri színpadon. Most menni kell! Dolhai Attila némi túlzással élve lassan hazajár Kalocsára, hiszen már a most hétvégi volt a Jászai Mari díjas musical énekes második fellépése a városban, azonban a koncert során elmondták, hogy itteni szereplésükből szeretnének hagyományt teremteni. Többek között ennek nyomán kérdeztük Dolhai Attilát arról, hogy minek köszönhető az, hogy most már mondhatni rendszeresen látogat el több művésztársával is Kalocsa és környékére. Talán annak köszönhető, hogy szeretnek a kalocsaiak és a környékbeliek, nem tudom. Valóban most már sokat szóra térünk ide vissza, nagy öröm itt lenni, és azt hiszem, hogy tavaly volt az első koncertünk itt az Érsekkertben, és úgy tűnik, hogy jó hírét vitte ez az esemény, ugyanis hogy tavaly ugye nem volt teltház, de viszont ma teltház van, és ez minket nagyon boldoggá tesz, úgyhogy a művésztársaimmal együtt, Janza Katával, Bordás Barbarával és Szabó P. Szilveszterrel, és persze a zenekarral, akik mögöttünk vannak, nagyon boldogok vagyunk ettől a helyzettől, hogy azt hiszem, szerintem ez egy büszkék lehetünk arra, hogy itt 900 ember hallgatja majd ma este azt a koncertet. A koncert igen sokszínűnek bizonyult, hiszen aktuális operettek, popdalok, sanzonok, illetve régen hallott duettek is felcsendültek. Egy új élmény. Talán kevesen tudják, de Dolhai Attila főiskolai évei alatt a Zsámbéki Zúzók névre hallgató rockbanda frontembere volt, így a művésztől szerettük volna azt is megtudni, hogy miként jutott el a musicalig egy könnyednek aligha nevezhető műfajtól. 18-as, 20-as éveim az a legnagyobb lázadó időszak, tehát a legalkalmasabb erre a rockzene, és ezt abszolút ki is használtam, úgyhogy volt Zsámbéki Zúzók valóban, aztán talán egy kicsit többel vágytam, vagy szimplán arról van szó, hogy a rockzenében nem sikerült azt az átütő sikert megcsinálni, amit úgy éreztem, hogy van bennem, és kerestem a helyet, hogy mi az a fórum, ahol ez megvalósulhat, és így találtam meg magamnak a színházat. És azt hiszem, hogy most ezt így örömmel utólag így visszagondolhatunk erre, hogy ez egy jó döntés volt. Dolhai Attila igen mozgalmas, munkával teli évadot tudhat maga mögött, így elmondása szerint nyáron a pihenése és ezzel együtt a családjára koncentrál majd leginkább. Napok óta dolgoznak a munkások a 48-as téren, ahol a Batthyány kormány szoborcsoport térköves környezetét alakították praktikusabbá, illetve a térszint süllyedését is javítják a szakemberek. A március 15-i koszorúzáson még így nézett ki a 48-as téren található Batthyány kormány szoborcsoport és környéke. Ezen változtattak most, egyszerűsítették le és tették praktikusabbá a teret, hiszen immár a szobrokhoz kapcsolódó térköves bevezető út egyenesen az emlékműhöz visz. Magának a szoborcsoportnak a meglévő 48-as téri burkolattal való burkolati kapcsolatát alakítottuk át, és oly módon tettük ezt, hogy maga a szoborcsoport elhelyezkedésével megegyező irányú burkolati kapcsolatot alakítottunk ki, tehát ezt új térkövezéssel, pontosabban a meglévő térköveknek az áthelyezésével végeztük el. A térkövezés már befejeződött a szoborcsoport körül, de még tereprendezés, illetve füvesítés vár a területre a végső képhez. Ez mellett burkolatjavítási munkákat is végeznek a téren. A tér több pontján a megsüllyedt térkőburkolatot
javítottuk ki, illetve még az elkövetkezendő napokban 2-3 problémás helyszínen a kialakult süllyedéseket fogjuk helyreállítani annak érdekében, hogy a vízelvezetés a mélypontokra, a csapadékvízgyűjtőknek az irányába megoldottá váljon. A süllyedést elsősorban az idő múlása okozta, de az ágyazat kimosódása, illetve a gépjármű forgalom is befolyásolta azt. Azért itt az elmúlt 10 év alatt, amióta ez a tér elkészült, azért már az altalaj az valamilyen szinten már ugye megállt, beállt. Mondhatom azt, hogy bízom benne, hogyha komolyabb meghibásodás nem történik itt vízhálózatba, csapadékvízhálózatba, akkor azért komolyabb süllyedésre nem volna szabad számolnunk. Úgyhogy én bízom benne, hogy azért a későbbiekben itt már komolyabb probléma nem fog felvetődni. A munkák nem jelentettek kiadást a városnak, hiszen közfoglalkoztatás keretein belül végezték el a feladatokat, illetve új burkolati elemeket sem kellett vásárolniuk, mivel azt az átalakítás során felszedett térkövekből oldották meg. A munkák a tervek szerint a jövő hét első felében fejeződnek be. Az időjárás is kedvezett a rendezvénynek, így idén is rengetegen látogattak ki a Fogtői Tarhonya Fesztiválra, ahol főzőversenytől kezdve különböző fellépőkön keresztül a vásárig mindenki megtalálta a kedvére való programot. Tavaly rendezték meg elsőként Fogtőn a Tarhonya Fesztivált, amely akkor nagy sikert aratott. Így nem volt kérdés, hogy a település önkormányzata idén is sort kerít a fiataloktól idősekig mindenki számára szórakozási lehetőséget nyújtó rendezvényre. Volt kirakodó vásár, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok az egészségfejlesztési iroda jóvoltából, illetve főzőverseny is, de az egészen fiatalok szórakozására is gondoltak a szervezők. A délelőtt folyamán ilyen gyerekmű először lesznek is, két énekar lesz, tehát a katolikus énekar, majd a református énekar, utána ilyen gyerekműsorok lesznek, az óvodások, iskolások adnak elő különböző programokat, délbe eredmény hirdetés a főzőversenynek, majd délután néptáncosok fognak föllépni, és itt van a testvértelepülésünkről is egy 20 fős néptánc együttes. Ugye ezt tudni kell, hogy Márifalva székelyföldi településsel, az idén március 15-én írtuk alá kint ünnepélyesen a testvértelepülési kapcsolatot. A rendezvény sikerességére a jó idő volt a garancia, igaz Bakai Károly polgármester viccesen megjegyezte, hogy a szeles idő miatt egy programról le kellett mondaniuk. A habpartit azt lefújjuk, mert nincs olyan idő rá, hogy ugyan tudni kell, hogy a habpartiba elkezdjük fújni a habot, oda belemennek, mindenki csuromvizes lesz, mert ez a hab, az a jellemző rá, hogy még a lányoknak a bugyját is áztatatja, a fiúknak meg a gatyáját is, tehát teljes egészében csuromvizesek lesznek, és azért 20-24 fokot mond már a meteorológia, nem merjük megreszkírozni, hogy a habpartit megcsináljuk. A Tarhonya Fesztivál kapcsán Fogtő polgármestere azt a történetet is elmesélte tévénknek, amely alapján időnként tarhonyásoknak nevezik a fogtőjeket, azonban már ez már gúnynévnek sem nevezhető. Szeptember elején már lehet murcit iszogatni a pincébe, és ez az úri ember ez iszogatott elég keményen, a felesége pedig zsörtölődött, hogy pont neked nincs elvetve még az árpád vagy a buzád, tehát valami őszi gabona, és addig piszkált, még egyszer bemérgesed, fogott a spájzból egy zsákot, földobta a kocsira, elment és elvetette. Nem is volt probléma, hanem egy olyan 2-3 hét múlva az asszony akart főzni a tarhonyát, és nem találja a zsákot. Kiderült azonban, hogy a tarhonyát vetette el a gazda, amivel nem is lett volna probléma, ha az asszony a következő heti piacon Kalocsán nem meséli el a történetet. Elkotyogta, hogy hát milyen az én férjem, részegen elvetette a tarhonyát. Na ez rögtön elterjedt, kitört a rögés, és elkezdték csúfolni a fogtéket a tarhonyát, és mi van, kiket már tarhonya. És most eljutottunk odáig most az egy-két évben, hogy megkérdezik a fogtéket, na mi van, arattátok a tarhonyát? Igen, learattuk, már ki is van tisztítva, zsákban van már, tehát most már minden átfordult a másik oldalon, most már nem veszik csúfnévnek, pedig ez valamikor egy 50-60 éve, ez még bicskázásra adott okot a szomszéd települések között. Rengeteg gyerek jár a Kubikus Parki játszótérre, főleg mióta beköszöntött a vakáció. A játszótér eszközei emiatt időközönként elhasználódnak és javításra szorulnak. Az elmúlt időszakban sor került ezekre a javításokra, mely érintette többek közt a forgóhintát és a mászókát, továbbá a focipályára is munkálatok várnak. A parkgondozó Kft. Munkatársai rendszeresen ellenőrzik, karbantartják, és ha szükséges, akkor javítják a Kubikus Park játszóterét. Az elmúlt időszakban szükség volt némi javításra. Legutóbb a kisgyermekeknek szánt játszótéren a pörgő forgóhinta, ami javításra szorult. Tavasszal a csapágyakat kellett cserélni, most pedig egy új tengert gyártottak ehhez a játszóeszközhöz. Az alapproblémát az okozza, hogy ezt a játékot 3-8 éves gyerekek súlyára tervezték, és ha ennél idősebbek,
gondolok itt a 14 év felettiekre vagy felnőttekre, a hintát használják, akkor ezek az alkatrészek könnyen tönkre mennek. Az önkormányzati képviselő szerint lenne egy bombabiztos megoldás a hinta végleges javítására, de arról csak annyit tudtunk meg, hogy az akár 200 ezer forintba is kerülne. A forgóhinta mellett a játszótéri vár is munkálatokon esett át. A várral kapcsolatban a vár elemeit összekötő deszkázatok, amik rendszeres karbantartásra és ellenőrzésre szorulnak, legutóbb két deszkát helyeztek el a vár elemein, hogy a kisgyermekeknek a balesetveszélyes csúszását megakadályozhassák. Az önkormányzat felé rendszeresen jelzik, hogy melyek azok az eszközök, melyek ellenőrzésre és karbantartásra szorulnak, így volt ez a park focipályáján elemeivel és magával a pályával is. Legutóbb a futballpályának a hálózatát kellett visszahelyeznünk a helyére, és ami még hátra van, és egy nagyobb beruházást igényel, a futballpályának a területe, ahol az esők és a megálló csapadékvíz miatt gödrök és lyukak keletkeztek. Ezeket a szakemberek elmondása szerint nem lehet csak úgy javítani, hogy földet vagy homokot öntenénk be ezekbe a lyukakba, hanem fel kellene ásni és újra füvesíteni. Az ígéretek szerint ősszel sor kerülhet ezekre a munkálatokra is, akkor viszont le kell zárni a futballpályának azt a részét, vagy akár az egészet, hogyha a karbantartási munkálatokat elvégezhessük. A munkálatok és újítások mellett az önkormányzati képviselő fontos információként hozzáfűzte, hogy a parkban található, nemrég megnyílt partbisztró ingyen szolgáltatja a toalett használatát, így az ott játszó gyermekek számára is ingyenesen igénybe vehető. Elkezdődött az angol nyelvi tábor első kurzusa. Hétfőtől közel 20 kisgyerek jár el a Mikkamakkába, hogy aztán pénteken majd néhány tucatnyi új szóval gazdagabban mehessen haza. Most olyan sokan jelentkeztek a nyelvi táborra, hogy két héten keresztül zajlik majd. Ezen a héten is, illetve a jövő héten is közel 20 kisgyerek. Óvodás és elsős-másodikos tanul néhány szót, mondatot, versikét vagy éppen dalt. Nagyon sokat játszottunk, és csináltunk varázspálcákat. Most csináltunk egy olyan munkát, ki kezdett színezni, hogy a boszorkány mit tett a levesébe. Mivel ebben a turnusban csak olyan kisgyerek táborozik, aki évközben is tanul angolul, nehezebb mindig valami újdonságot belecsempészni a feladatokba, a játékba. A táborok tematikája is saját ötletek alapján áll össze minden évben. Az első napon azzal foglalkoztunk, hogy igazából kik is vannak benne a varázslatban, tehát boszorkányok, varázslók és bűvészek témakörben gondolkodtunk. Az első napon megismerkedtünk azokkal az eszközökkel, ruhadarabokkal, amiket ezek a személyek használnak és viselnek, és a mindennapjaikban ezekre szükségük van. A mai nap az az étkezésükkel kapcsolatos, leginkább a boszorkányra kihegyezve, és mi minden kerül bele a boszorkánynak a varázsfőzetébe. A következő napokban még az állatok, a mágikus járművek és a varázslatos helyek várnak a táborozókra. A minden napot úgy kezdünk, hogy vagy, tornázunk, testrészek, az alap ruhadarabok, színek, számok, ez nekik már mind megvan. Úgyhogy azt hiszem, hogy soha nem volt még olyan könnyű dolgom a táborban, mint idén. Ugye most a második napon vagytok nálunk, ezt a Pinocchio dalt háromszor, négyszer táncoltuk el, és annyira sokszor ismétlődik ugyanaz a szöveg a dalban, hogy a második éneklés alkalmával már velem együtt énekeltek. A Fazekas Alkotóházban nyílt meg Tóth Árpád Imre kiállítása. A Tornác galérián közel két tucatnyi kép kapott helyet, többnyire tájképeket nézhetünk meg. A tárlatot Kis István nyitotta meg. Kovács László fazekas mesternél lelt új helyszínre a Tornác galéria, ahol a korábbi évek hagyományainak megfelelően kisebb helyen van lehetősége egy-egy alkotónak a bemutatkozásra. A Kalocsa ártokon rendszerint egy-két képével lépett a közönség elé Tóth Árpád Imre. Most több festményét is elhozta. 4 éve lehetett talán, még óraadóskodtam a Dózsában. Ott egy kolléganővel közös tárlatunk volt intézményen belül. Ezen kívül a Kalocsa árt évenként ismétlődő tárlataim szoktam egy-egy képpel megjelenni. És a Kalocsai szó és kép utolsó 3 kötetében is volt 2-2 képe. Angol ház, magányos tanya,
vagy éppen a jezsuita templom is feltűnik Tóth Árpád Imre képein. Igaz, hogy kisgyerekként szívesen vett ceruzát a kezébe, aktív évei alatt nem nyúlt a festékekhez. Miután a lányommal a katolikus iskolába részt vettem egy olyan kurzuson, ahol különböző technikák kipróbálására volt lehetőség, a Snur Helga tanárnő szervezésében. Utána oda-haza elkezdtem kísérletezgetni, próbáltam egyiket, másikat. Aztán rájöttem, hogy az interneten kitűnő oktató csomagok vannak a YouTube-on, és egyre gyakrabban látogattam. Míg régen festővászonnal a hóna alatt festékekkel a tarisznyájában járta a vidéket a festő, ma már egészen távoli vidékekre is elkalandozhat, nem csak képzeletben, az internet segítségével akár az íróasztalnál ülve is. Én is internetezek, és rengeteg képi benyomás éri az embert. Sokszor a neten futok rá egy-egy olyan képre, ami megfog, és na, ezt meg kell festeni. Máskor hosszú ideig érik egy-egy gondolat. Ezek elsősorban ilyen helybeli dolgok. A Tornác Galéria a Folklor Fesztivál ideje alatt várja a látogatókat Tóth Árpád Imre képeivel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és iradónkkal holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!